Kárpátalján jelenleg biztosított az egészségügyi intézmények gyógyszerellátása. Viszont ezek a készletek végesek, a speciális készítmények beszerzése nincs biztosítva. Tájékoztatta stábunkat Bíró Erzsébet, a megyei gyermekkórház igazgatóhelyettese. Azok a gyógyszerkészletek, amik a, ami a kórházakban volt, hogy ellássák a, a nap, napi szinten a betegeket, lassan kezdenek elfogyni. És sajnálatos módon utánpótlást nagyon nehezen fogunk tudni bevá, beszerezni, mivel hogy a legnagyobb gyógyszer cégek és gyógyszergyárak, akik, amik Ukrajnában működnek, azok Karkóba, Kijevbe és más ilyen nagyobb városokba működnek, és tudjuk, hogy azokból a városokból most nem, nem csak hogy lehetetlen kijönni, hanem a, a, termelés is megállt. Az egyszerű gyógyszereket, antibiotikumokat, szteroidokat, kötszereket, vagy, vagy a laboratóriumi gyors teszteket még be tudunk külföldről hozni, de még pontos útvonala hogyan tudjuk behozni ezeket a a gyógyszereket, még, még, nem, nincs körvonalozva ez a dolog. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon nagy kihívás előtt állnak a kórházak, és félünk, hogy nehogy akadozzon a, a betegeknek a műtéte és a súlyos betegeknek a, 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 a fájdalomcsillapítása, stb. A Kárpátaljai határmenti önkormányzatok társulásához tartozó településeken a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség támogatásával felmérést indítanak azért, hogy pontos képet kapjanak a rászorulókról, akiknek orvosi ellátásra vagy speciális gyógyszerekre van szükségük. Első szempont most a humanitárius segélyek koordinációja mellett az lesz, hogy a köt tagságát képező önkormányzatok területén és a lakosság körében csináljuk egy olyan felmérést, ne feledkezzünk meg az egyszerű emberekről se, mert rengeteg olyan ember van, sok ember van, a felmérés követően fogjuk látni konkrétan, hogy hol, mennyi, milyen igény van rá, azokra, akik, akik krónikus megbetegedésekben szenvednek. Ugye beszélünk itt a, vérnyomás csökkentő gyógyszerek ellátásáról, beszélek itt a cukorbetegeknek az inzulin, folyamatos inzulin az aszmatikus betegeknek a folyamatos, folyamatos gyógyszerállatásáról, akik eddig Magyarországról szerezték be maguknak a gyógyszert, vagy itt meg tudták venni gyógyszertárokban, egyértelművé vált a számunkra az, hogy hosszú távon itt a gyógyszertárakban hiány fog kialakulni. Ezért fel kell mérni azt, hogy hol van erre égető szükség, ezt az önkormányzatokon és az előjárói körzeteken belül az ők feladat tartozó hatáskörrel meg fogjuk oldani, megpróbáljuk felmérni, hogy ezt tudjuk majd tovább továbbítani, és meg tudjuk majd, amikor ez a probléma elő fog kerülni, ezek azon tudjunk konkrét lépéseket tenni, és euh, tudjunk segíteni azoknak az embereknek, akik erre rászorulnak. Az egészségügyi szakemberek jelenleg is mindent megtesznek azért, hogy a rászorulók megkapják azokat a gyógyszereket és kezeléseket, amelyeket megkövetel az egészségügyi állapotuk.